Egyik alkalommal egy idős ember és egy fiatal vándoroltak szamaron. Öreg ült a szamaron, a fiatal mellette sétálgyalog. Amikor beérkeztek egy városba, akkor emberek elkezdtek nevetni és kiabálni. Nézzétek, milyen furcsa ez az öreg ember. Ő megy ülve a szamaron, pedig a fiatal szegény, akinek ott van még a jövő élete előtte, ő pedig gyalog megy. Amikor elhagyták a várost, akkor gondolták, igazuk van, ez így nem volt jó. Cseréltek. Tovább mentek, öreg ember ment gyalog, és a fiatal ment a szamár hátán. Beérkeztek a faluba, a falusok mondták, ó, nézzétek, ez semmi tisztelet, nincsen semmi kultúra mai fiatalokban. Az öreg ember gyalog megy, és az a szemtelen fiatal, neveletlen fiatal ül a szamaron. Elhagyták a falut, és gondolták, igazuk van? Nem jó. Akkor üljünk ketten, és megyünk együtt. Ráült az öreg, és ráült a fiatal. Beérkeztek a következő faluba. A falusiak, mikor észrevették, akkor elkezdtek kiabálni, és nagyon-nagyon mérgesek voltak, és mondták, nézzétek meg, ez a kettő egészséges ember mit csinál, kínozza szegény csacsit, mert ketten ráültek, és szegény szamár alig tud menni alattok. Nagyon kegyetlen és közszívűek ezek kettő személy. Elhagyva a falut, akkor gondolták, tényleg igazuk van. Szerintem a legjobb megoldás most már, ami biztos mindenki most elégedett lesz, mindenkinek kedvébe fogunk járni, hogyha mindannyian gyalog megyünk. Mentek tovább, gyalog ment a szamár, gyalog ment az öreg ember és a fiatal, besétáltak egy másik városba. A városiak észrevettek, akkor elkezdtek nevetni. Nevetni, és mérgesek is voltak, és mondtak, nézzétek, ez a kettő szerencsétlen ember. Itt van mellettük egy szamár, amelyiknek a dolga nehéz súlyokat szállítani. Ők pedig mellette gyalog sétálnak. Ennek a bölcs történetnek az a tanítása, hogy lehetetlen mindenkinek kedvébe járni, és mindenkit elégedetté tenni.